elak ezekkel az önkormányzati vagyontól. Egészen elképesztő, amit a kormány megenged magának az elmúlt időszakban, hiszen nem elég, hogy elvonta a gépjárműadó eddig településen maradó részét, vagy szinte teljesen kivezette a helyi belőzési adót az önkormányzatok költségvetéseiből, befagyasztotta az önkormányzatok saját jogon kivethető helyi új adók bevezetésének még a lehetőségét is, vagy maximalizálta azok és az önkormányzati bérlakások bérleti díjainak a mértékét, most még a helyi helyhatóságok vagyonára is rá szeretné tenni egyes kezét. Pörösz László fideszes képviselő előterjesztése a Budai Várban található rendkívül értékes lakásokban nyugvó közvagyon kimentésére irányult, ám ha nyújt legyen kövér alapon, az kiterjesztett a teljes önkormányzati bérlakás szektorra. Az indítvány szerint a lakások értékének töredékért vásárolhatnák meg azt azok, akik benne élnek. Bár a javaslat a Budai Várra íródott, ahol kormányközeli bérlők lennének helyzetbe hozva, hogy ne legyen ilyen gyanús az újabb vagyonkimentés, azt a teljes szektor bevonásával próbálták meg átszázni. Ismét azt gondolnánk, hogy az előbb felsorolt dolgok valami balliberális képzelgések vagy kormány elleni propagandák, sajnos csak a szomorú tényeket látjuk a mérlegen. Nem elég a költségvetésből és az uniós forrásokból megcsapolt 10.000 milliárdok, az elsípolt magánnyugdíj 3.000 milliárdos összege, az alapítványokba kimentett 1.000 milliárdok, most még a templom egerévé szegényített önkormányzatok magánvagyonára is szemet vetett, s nem rest még egy újabb 1.000 milliárddal megkárosítani azok saját tulajdonát sem. Az elképesztő és felháborító javaslat pártállásról függetlenül megbotránkoztatta a településvezetőket és több kormánypárti településvezető neki ment nagyon helyesen a kormánynak, hiszen őket elsősorban nem a pártfegyelem köti, hanem a településéken élő képviselete. Az önkormányzatok elmúlt két évben történő szembetűnő sanyargatása, a városok eltávolodása a kormánytól könnyen meghozhatják annak jövő évi bukását is. És senki ne higgye, hogy a most még a KKN is csomót kereső baloldali tömörülés a közvagyonát félti, csupán attól rettek, hogy a már-már őket is szégyenbe hozó szabadrablás következtében, ha a kormány a saját telhetetlensége miatt alulmarad a jövő évi választásokon, akkor kevesebb fog nekik maradni. Most erről van itt szó sajnos az elmúlt 32 esztendőben, amióta a rendszerváltásnak hazudott módszerváltás megtörtént. Apró botlásoktól eltekintve az elmúlt 30 esztendőben egyetlen kormány sem képviselte a magyar embereket, a magyar emberek érdekeit, csupán saját magukat, éhes oldalukat és idegen érdekeket tartottak szem előtt. Ezért a jövő évi választásoknak nem kisebb és nem kevesebb a tétje, mint hogy ki tudunk-e lépni a 32 éve taposott nyomvájúból, vagy haladunk abban tovább saját vesztünk felé. Jövőre a koncert összeállt politikai bökkesejük és a totalitárius hatalmat gyakorló narancspárok vérre menő küzdelméből sokat sanyargatott magyar nép sehogy nem jöhet ki győztesen. Az egyetlen megoldás, hogy végre felmerülünk a feladathoz, megértünk, hogy az egymás váltó bukott politikai rendszerek helyett végre egy friss, nemzeti, valóban keresztény és konzervatív képviseletet kell választani maguknak a magyar embereknek a parlamentben, és hogy minél szélesebb támogatással segítsék hozzá pártunkat a legerősebb pozíció kihívásához, a mérlegnyelven megszerzéséhez, mert a magyar nép, a magyar érdek egyedül a mi hazánknak fontos.